és nézzétek ti is az oldalvonalat. Üdvözlök mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az oldalvonal legújabb része. Innen déli szomszédunk fővárosából, vagyis Belgrádból jelentkezem, ahol holnap este, vagyis október 6-án az aradi vértanúk emléknapján fog majd pályára lépni a Ferencváros csapata, a helyi
Vörös Csillag és a Szreveransz Vezda együttes ellen, hát azt gondolom, hatalmas mérkőzésre van kilátás, majdhogy nem teltház várható, egyelőre 44 ezer jegyet adtak el, legalábbis nekem elszúgták a helyiek a fansóba, úgyhogy majdhogy nem közel vagyunk a teltházhoz, még valószínűleg holnap is fognak eladni jegyeket, én azt gondolom, fantasztikus hangulat várható a holnapi mérkőzésre. Ami nagyon fontos a Zvezdát illetően, a Zvezda eddig nagyon sok címet tudott megnyerni a múltban, és hát hol is kezdjük a bajnoki címeknél, ami 33 alkalommal sikerült eddig a Zvezdának, korábban a jugoszláv, majd a szerb montenegrói, illetve a jelenleg is megtalálható szerb bajnokság küzdelmei tudta megnyerni ennyi alkalommal a Cereven a Zvezda együttese, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép szám, illetve ismerős szerintem a fradistáknak ez a szám, hiszen ők is pont ennyi alkalommal nyerték meg a magyar bajnokságot, minő véletlen, ezek a számok nagyon hasonlítanak egymásra. Ezen felül a Zvezdának sikerült még 27-es alkalommal megnyernie a jugoszláv, a szerb, montenegrói, valamint a szerb kupát, ami szintén azt hiszem, hogy nagyon nagy számnak tekinthető, hiszen a Fradinak például csak 24 kupa győzelme van, tehát ebben a Zvezda megelőzi őt. Ami még nagyon fontos és mindenképpen meg kell említenünk, az pedig az, hogy a Zvezda egyszeres bekgyőztes, ugye mai nevén Bajnokok Ligáját nyert a Szreven a Zvezda együttese, ami azt gondolom, hogy a top, tehát ez nincs mit mondani. Nagyon mindenképpen hatalmas gratuláció illeti a Zvezdát azért, hogy akkoriban meg tudta nyerni ezt a címet, ami, hát azért legyünk őszinték, nyilván a jugoszláv focinak hatalmas elismerés volt, de mai szemmel is azt gondolom, hogy tényleg egy igazi közép-európai sikersztori volt az, hogy akkor a Zvezda meg tudta nyerni azt a bekket, véleményem szerint. Ezen felül még a hazai csapatot illeti, egy fantasztikus szurkolói bázisra rendelkeznek, legismertebb szurkolói, mondhatjuk úgy, brigádjuk, csoportjuk, a Delije, ugye nem nagyon kell őket mondani, aki nem látott róluk videót, mindenképpen nézze meg, de valószínűleg itt a vlogban is fog látni fantasztikus szurkolás a Delije részéről, az egyik legkomolyabb szurkolói brigád Európában, Szerbiában nyilván top, de egész Európában, és itt a Balkánon is egy nagyon komoly szurkolói brigádról beszélünk, úgyhogy rájuk én például nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap milyen szurkolást fognak majd kitenni a Ferencváros csapata ellen. Most ennyi lett volna innen a bejelentkezés, innen a Rajko Mitić stadiontól. Ha nem tettétek meg, iratkozzatok majd föl az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy lájkot a videóra, valamint kommentetek majd ide lentre alám a vloggal, a mérkőzésre és mindennel egyébben kapcsolatosan. Készségesen állok rendelkezésekre, és ha mindezekkel megvagytok, nyomjátok be majd a kis harangot, hogy minden egyes videóról értesítést kaphassatok, mert itt az oldalvonal YouTube csatornáján jelenik majd meg. Ezen felül, ha rendelkeztek Facebookkal, várnak benneteket a Facebookon, ahol majd oldalvonal néven fogtok megtalálni, gyertek, dobjatok nekem egy jó lájkot, ezt előre is köszönöm szépen. Ha ezzel megvagytok és rendelkeztek Instagrammal, várlak benneteket a személyes Instagram profilomon, a szintén Ember Norbi névre hallgató profilom, ahol általában a mérkőzésekről megpróbálok képriporttal jelentkezni, ezzel is átadni a mérkőzés hangulatát, már amennyire át lehet adni egy képriport formájában. Illetve első és nem utolsó sorban várlak benneteket személyes TikTok profilomon, ahol rövidebb vlogból kimaradt, illetve magyar focis és érdekesebb tartalmak is szoktak érkezni, úgyhogy találkozzunk a TikTokon is, és ha tudtok támogatni, ezt meg fogjátok tudni majd tenni a PayPal felületén, melynek linkjét a leírásban megtaláljátok, az esetleges támogatásokat pedig előre is köszönöm szépen. Úgyhogy holnap elmegyünk, megnézzük Szent Száva templomát, valamint megnézzük majd Nándorfehérvár várát is, ugye a magyaroknak ez nyilván sokat jelent, főleg az 1456-os csata után, úgyhogy megyünk oda is, megnézzük majd ezt a várat is, és hát kíváncsian várom, hogy holnap este mire lesz képes itt a Ferencváros. A Fradival holnap jövünk, fontosabb infokat holnap fogok elmondani. Egy, ami biztos, majdhogy nem 2000 Ferencváros szurkoló fog érkezni, úgyhogy az biztos, hogy a vendégszektorban a hangulat fergeteges lesz, mint ahogy a hazaiban is, úgyhogy nagyon komoly szurkolói szempontból lévő mérkőzésre van kilátás. Gyertek, tartsatok a továbbiakban is, hajrá magyar foci, és sok sikert kívánok a Ferencvárosnak! Mindenkinek, megérkeztünk Belgrádba, ahol ma este fogják majd rendezni ugye a Cereven, a Zvezda, a Ferencváros mérkőzést, de mindezek előtt egy nagyon rövid városnézésre kalauzolok benneteket, hiszen már itt is vagyunk a Szent Száva templomnál, Belgrád egyik legmonumentálisabb épületénél. Szent Száva egyébként a középkori Szerbia egyik nagyon komoly ortodox egyházának jelentős alakja volt, és róla nevezték el ezt a, mondhatjuk úgy, nagyon szép templomot, ami méreteiben egyébként egy bazilikára hasonlít. Láthatjátok ti is, hogy mekkora hatalmas épületről van szó. Hát én igazából eltörpülök emellett az épület mellett, és hát a színek letisztult, aranyfehér, tényleg egy gyönyörű épületről van szó. Gyertek, tartsatok is velem, és nézzük meg belülről, hogyan is néz ki ez az épület.
És most, hogy láthatjátok ezt a gyönyörű, monumentális épületet, következő megállunk pedig a Nándorfehérvári vár lesz, ugye most már belgrádi várnak hívják, de ugye mi magyaroknak ez Nándorfehérvári vár marad, főleg az 1456-os emlékezetes csata után, úgyhogy jöjjön ez a történelmi helyszín. Nándorfehérvár várából, ti is láthatatok az előbb egy pár képkockát, ugye a történelmi várfalról, valamint magáról a várnak a makettjéről is. Ugye ez a vár a magyar történelem dicső napjait eleveníti meg, amikor is ugye 1456-ban a magyar egységek meg tudták állítani a török előrenyomulást, és ezzel egy időre fel tudták tartóztatni a török hódításokat. Ugye később a déli harangszó is emléket állít a nándorfehérvári diadalnak a tiszteletére. Ami minket illet, mi megyünk tovább. Nem sokára következik majd a Partizán Belgrád stadionja, és utána pedig megyünk majd tovább, hiszen megyünk a mérkőzésre is, úgyhogy gyertek, tartsatok el a továbbiakba is, következő állomásunk a Partizán Belgrád stadionja, és utána pedig majd következik a fő attrakció és maga a mérkőzés, úgyhogy addig is hajrá magyar foci, hajrá Magyarország, és gyertek, tartsatok el! We'll be right back.
már itt vagyunk, megérkeztünk a stadionba, a Raikkonen stadionba, ahol hamarosan, lassan, kevesebb, negyed óra múlva kezdődik maga a mérkőzés. A Crvena Zvezda és a Ferencváros között az Európa Liga harmadik fordulójában. A érdekesség, a két csapatnak van közös múltja, méghozzá nagyon érdekes. 1975-ben a két elődöntőben találkoztak egymással, akkor Budapesten a Ferencváros bírt győzni, majd itt ebben a stadionban, akkor még több mint 100 000 néző előtt, akkori nevén a Maracanában 2-2-es döntetlen tudott játszani a Ferencváros, ami akkor azt jelentette nekik, hogy kek döntőt tudnak játszani. Ám ezt a kek döntőt sajnos elvesztették, de azt hiszem, hogy az idők távlatában is az ezüst gyönyörűen csillogott a Ferencvárosnak. Ami még ezt a mérkőzést illeti, a Fradi emberhátrányban fejezte be azt a meccset, és a 82. percben büntetőből bírtak akkor egyenlíteni a zöldfehérek, ami végül is a kek döntőt tudta nekik eredményezni. A kezdőcsapatok már megérkeztek, hamarosan be fogják mutatni őket. Én most nem fogom húzni az időt, nézzétek meg képes formában. Következzék a mérkőzés és a kezdőcsapatok. Hajrá magyar foci, és bízunk abba, hogy innen Belgrádból is jó eredménnyel tud hazamenni Budapestre majd a Ferencváros csapata. Yeah.
akarjuk a legnagyobbat! Hey! Hey! Thank you.
11-es tétel. Az Vezda javára. Hoppá. És kijön a játékvezető. Ez sosem lehet jó. A 11-es sorra nézzük, ezt meg tudja a fogni Dibus. És 33. percében vagyunk, amikor Strömmel az Ezda együttesen már megszerezte a vezetést, még hozzá egy büntetőből Kanga révén. A játékvezető megvideózta ezt a 11-est. Hát gyerekek, én most függetlenként teljesen azt tudom nektek mondani, ez egy vicc 11-es volt. Vingolnak a felkarjára fejelte rá az emberünk kb. 20 centiről a labdát, ha innen jól láttam, innen a vendégszektor 30. sorából. Én szerintem ez nem volt 11-es. Tegnap az Inter meccsen ilyet nem fújtak be, itt meg befújták. Hát szóval érdekes a játékvezetői felfogás. Ez szerintem egy ajándék 11-es volt a hazaiaknak, akik egyébként szerintem nem játszanak sokkal jobban, mint a Fradi, sőt, néhol a Fradi elemeiben valahol jobb is a játéknak. Nagyon könnyű sippa fújja le a faltokat a bíró, nem tudom, hogy ez így hosszú távon mire lesz jó. Minden esetre a Fradi hátrányban van, van még egy bűn. Hát, karcsúbb negyed órája. Meglátjuk, mire lesz ez elég majd a Fradinak. Jöjjön az első félidő, hajrá, gyertek, tartsatok velem, hajrá magyar foci!
elkezdődött a második játékrész. Az első félidő, és már a második is elkezdődött itt a Trabzon Zvezda Ferencváros mérkőzésen, ahol a hazai Zvezda csapata 2-0 arányban vezet már a Ferencváros csapata ellen. Hát ez az első félidő, ez hagyott némi kívánnivalót maga után. Nem tisztem kritizálni, de Botka játéka nagyon-nagyon gyenge, Tokmak játéka szintén nagyon gyengusra sikerült eddig, és szerintem Boli sem az igazi a mai napon. Egyelőre a Fradi keresi önmagát, volt egy-egy lehetősége, de komoly zicser, talán egyet, ha ki vagy kettőt, ha kívül talakítani a Fradi. Az Zvezda egy picit, mintha jobban dominálná ezt a mérkőzést, de igazából a Ferencvárosnak a védelméből jönnek a hibák. Ugye volt az ajándék 11-es, még továbbra is azt gondolom, ez az volt, viszont a második gól az abszolút Botkáé volt, de Botka nagyon rosszul játszik, azért Ferencváros lehetőség, Zakariasen, hosszú, kivágják a védők. Úgyhogy egyelőre nincsen szépítő gólja a Fradinak, de szerintem menni fog a Ferencváros, ameddig lehet. A vendégtábor egyébként a Monsters nagyon jó szurkol, nagyon jó biztatja a Fradit. A Delia pedig magáért beszél, azt gondolom tényleg, ahogy mondtam korábban, topbrigádról van szó európai szinten, de a Fradi is nagyon komolyan felveszelik a versenyt. Úgyhogy a második félidő, egyre nem volt változtatás egyik oldalon sem. Meglátjuk, hogy a Fradi egy X-re visszabírja hozni a meccset. Én továbbra is azt mondom, hogy X még meg lehet a Fradinak, de hát nagyon komoly meló kerül a második félidő. Úgyhogy hajrá magyar foci, következzék a második félidő, és meglátjuk, hogy mire lesz képes ma itt a Ferencváros Belgrádban. Ez lehet, hogy bátor vállalás volt. 3-0 már a Zvezdának. Kátály óriási gólt lőtt. Hú, gyerekek, ezt nagyon eltaláltam. Azt kell, hogy mondjam nektek. Hangulat egyébként továbbra is nagyon jó. Nem változott semmi ez ott a pár perc alatt, de Kátály ezt a gólt előtt, tehát ez fantasztikus gól volt, azt kell, hogy mondjam. Ha van még 40 perc, meglátjuk, hogy a Fradi most már a tisztes helytállást össze tudja elhozni. De hát ez a játékvezetés egyébként, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy bűngyenge. Nagyon rossz ez a meccshez képest a játékvezetés. Hát meglátjuk, hogy mire lesz képes a Fradi. A gólkülönbség viszont mindenképpen fontos, mert azért a végén az elszámolásnál meg akár az is számít, hogy a Fradinak mindenkinek tepernie kéne, és kéne gólt vagy gólokat szerezni azért itt a hátra lévő nagyjából 40 percben, úgyhogy meglátjuk, hogy mire lesz képes a Fradi. Hajrá magyar foci továbbiakban is, gyertek, tartsatok vele!
72. percében vagyunk, amikor 4-1 az állás a Zvezda javára. Hát az a Zvezdának a góljai, hát azt kell nektek mondjam, közben Szent Máj kap egy sárgát, azt kell nektek mondjam, hogy a Kátai gólja sem volt csúnya, de a Kángáé, hú gyerekek, itt a 34. Zvezda gól, ugye, hogyha már mi bejön, akkor minden bejön, hát nekik minden bejött eddig a mai napom, hát nem tudok erre mit mondani. Őrületes, amit a Zvezda művel ma itt hazai pályán, úgy érdik full vakon voltam itt a csoportban, most megtáltosodtak. De hát azért ez kell, ez is, hogy a Fradi ma nem játszik jól sajnos, azt kell mondanom. De a 4-1, az, hogy sikerült lőnie egy gólt az Akariasennek, ez mindenképpen fontos, mert a vége számolás, ez egy gól is nagyon fontos lehet. Úgyhogy a Fradiak mindenképpen kéne még lőnie gólt, vagy gólokat, hogy a gólarányt azért relatív jó arányban tudja tartani, hiszen a csoport vége számolásánál akár a gólarányon is múlhat, hogy a Fradi eljut a tavaszra, vagy nem. Úgyhogy van még 18 perc a rendes játékidőből, meg a hosszabbítás durván 20-22 perc. Meglátjuk, hogy a Fradi ez alatt tud-e még valamit hozzátenni a mai eredményhez. Én azt gondolom, jó lenne mindenkinek, főleg a Fradinak, hogy a tudom, hogy gólt szeretsz. Gyertek, tartsatok velem a második fél idő hajrájára is. Bravo! Azt kell mondanom, ez szép kapus teljesítmény volt. Thank you.
véget ért a mérkőzés itt a Rajko Mitic stadionba, ahol a Ferencváros csapata, hát mondjuk úgy nagyon sima 4-1-es vereséget szenvedett a hazai Cervena Zvezda együttese ellen. Egy olyan mérkőzésen, amelyet legyünk őszintén, egymáshoz nem volt ekkora különbség a két csapat között, legalábbis én így gondolom. Az első fél időben egy nagyon rossz játékvezető ítélet által egy korai 11-est kapott a Zvezda, amelyet Kanga váltott góra. Esélye nem volt Dibusnak, nagyon komoly erővel fellőtte a felső sarokra a labdát. A Zvezda játékosa majd nem sokkal később egy csapat szituáció után 2-0-ra növelte előnyét. Ezután a második fél időben pedig két óriási gólt láthattunk. Kátaj, valamint ismét Kanga volt eredményes, így már 4-0-ra vezetett a hazai együttes, és nem sokkal később pedig ugye következett, mondhatjuk úgy, a Ferencváros szépítő gólja, ahol Zakari Esze megelőzte a kapust, és a rövidre szépen be tudta tapítani a labdát. Ezzel lett 4-1 az állás, ami később a végeredmény lett. Még volt Ryan Mayennek egy felső léce, de igazából ennyi volt a lényegi történés a mérkőzésen. Sajnos a Ferencvárosnak ma nem sikerült pontot szereznie itt a Zvezda otthonában. Én azért azt gondolom, lett volna rá lehetősége a Fradinak, de a mai játék alapján nem érdemelt pontot. Sajnos az a realitás, hogy ma ez a vereség ez benne volt a pakliba. Nem játszott jól a Ferencváros, de nincs semmi gond, hiszen a Fradi továbbra is vezeti a csoportot, aztán a Monaco 3-1-re győzte el a Trabzonspor együttesét, és így a folytatásban jövő héten a Zvezda ellen csoport első helyről várja a Ferencváros majd a folytatást. Úgyhogy ennyit volna innen Belgrádból a vlog. Köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, ha nem tettétek meg, iratkozzatok föl az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy lájkot a videóra, valamint kommentétek majd lentre alá a kommentmezőbe a vloggal, a mérkőzés és mindennel kapcsolatosan. Kövessetek be a Facebookon, ahol majd oldalvonal néven fogtok megtalálni. Ezt köszönöm szépen előre is. Megtaláltok majd az Instagramon, szintén Ember Norbi néven. Gyertek, találkozunk majd ott is, ahol minden mérkőzésre megpróbálok képriporttal jelentkezni. Ezzel is átadom a mérkőzés hangulatát, valamint vállalok benneteket személyes TikTok profilomon, a szintén Ember Norbi névre hallgató profilom, ahol néha rövidebb, vlogból kimaradt és érdekesebb tartalmak is szoktak érkezni. Valamint, ha van lehetőségetek és tudtok támogatni, ezt meg fogjátok tudni majd tenni a Patreon, valamint a PayPal felületein is. A leírásban megtaláljátok majd ezeknek a linkjeit, az esetleges támogatásokat pedig előre is köszönöm. Ugye így lett volna a mai mérkőzés, köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket. Jön az NB1, 3 mérkőzés 4 napon belül, találkozunk ott is, jövő héten pedig irány az Üllői út és a visszavágó. Hajrá magyar foci, mindenkinek kellemes szép napot és jó hétvégét kívánok majd innen Belgrádból. Sziasztok, hello!